Gyere velem, anya! Titokzatos barlangban is felfedezhették a denevéreket a kiállítás látogatói. A helységben mászó alagutat is kialakítottak, amit nagy örömmel használtak ki a gyerekek, és némely szülő is bekúszott a denevér barlangba. Az építmény és az ott megbúvó denevérek különlegessége, hogy tojástartókból, papírzsebkendőből és más újrahasznosított anyagokból készítették a múzeum munkatársai. A barlangból kiérve egy erdőbe csöppenhetnek a látogatók. A kiállításhoz nem csak zseblámpát, de egy kis füzetet is mellékeltek, aminek kitöltésével játszva tanulhattak a gyerekek. Annak betűk itt a házban, és akkor meg kell őket nézni, és ki kell tölteni a lapot. A tárlat interaktív elemekben gazdag. Denevérhangokat lehet hallgatni, egy mikroszkóp segítségével pedig megtekinthető a denevérszőr és az emberi haj közti különbség. A digitális technikák mellett tablók és életképek mutatják be a föld szinte minden szegletén előforduló denevéreket. Hosszú évek óta nem volt olyan természettudományos kiállítása a múzeumnak, mely saját ötleten és kivitelezésben valósult meg. Ez fontos. Fontos, hiszen 120 éves a Balatoni Múzeum idén. 120 évvel ezelőtt az alapító atyák a természettudományi gyűjteménnyel is kezdtek a többi mellett, és ez az elmúlt évtizedekben valahogy úgy a természettudomány úgy ellaposult a múzeumi berkekben. Viszont ez nagyon fontos. Fontos a környezeti nevelés, hiszen a múzeumnak a feladata, a múzeum pedagógia feladata egyik feladata, hogy a környezeti nevelést is fel tudjuk mi ezzel karolni. A denevérekhez kapcsolódó gazdag hiedelemvilágot is bemutatják, így a kiállításban még Dracula is ott van a koporsójában. A tárlat fontos küldetése, hogy közelebb hozza az emberekhez a repülő emlőst. 28 denevérfaj található meg hazánkban, ebből legalább 18 faj a Keszthelyi-hegység őshonos erdeiben is megfigyelhető. Mind-mind nagyon jó élőhelyei a denevéreknek. Rendkívül széles skáláját adják a táplálékuknak, tehát nagyon sok rovar található meg itt. Ugye hál' Istennek a szúnyogírtás szomorú apropóján kívül rovarírtás a térségben, a Keszthelyi-hegység belsejében legalábbis nincsen, ezért aztán itt még egész szép denevérállományok vannak a mai napig is. A denevérek védelmére, a természetben betöltött fontos szerepükre hívta fel a figyelmet a város alpolgármestere a kiállítás megnyitóján. Nagy Bálint hangsúlyozta, hogy mind a gyerekek, mind a felnőttek számára nagyon hasznos a tárlat. A Denevérek színes világa című kiállításhoz kapcsolódva denevérész éjszakát és családi napokat is szerveznek. Augusztus 20-a után várhatóan Marcaliba és Nagykanizsára is eljut a Keszthelyi kiállítás.